Ebben a mostani videóban 10 plusz egy olyan reggeli italról lesz szó, amelyekkel helyettesíthetjük a hagyományos reggelit, és amelyek segítenek abban, hogy három helyet csak napi kétszer táplálkozzunk. Üdvözöllek itt, Ujjai Szabolcs Zoár! Szerintem tévhit az, hogy az embernek feltétlenül szükséges naponta háromszor ennie. Nem valószínű, hogy a több százezer éves evolúció során ahhoz szokott hozzá a testünk, hogy naponta háromszor kell enni, sőt van, aki egész nap folyamatosan táplálkozik. Általában az történt, hogy amikor az ősember valahol talált egy kis élelmet, például a vadállatok által visszahagyott tetemet, vagy egy élet fügefát tele fügével, jól megnyomte magát, mivel nem lehetett tudni, hogy mikor jut újra táplálékhoz. Ez az ösztön a mai napig bennünk van, mai modern fák és állattetemek az élelmiszerboltok polcai, a hűtő és a kamra. Így hát ezen ősi ösztön miatt akkor is tömjük magunkat, amikor nem kéne. Ha egy nap nem eszünk annyit, és inkább több folyadékot fogyasztunk, annak számos egészségügyi előnye van. Például előny az, hogy a testünknek lehetőséget adunk arra, hogy regenerálja, öngyógyítsa magát. Például nem kell azzal foglalkozzon, hogy a bekerült ételeket feldolgozza, lebontsa, vagy hogy megküzdjön a kórokozókkal, amelyeket az ételekkel együtt megettünk. A több folyadék fogyasztásának és a kevesebb szeri étkezésnek jelentős immunerősítő hatása van, csökkenti a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri problémák kockázatát, illetve az öregedés is lassul ennek hatására. További előnye a kevesebb szeri napi étkezésnek a több növekedési hormon termelődése is, melynek számos egészségügyi előnye van. Illetve a férfiaknál több tesztoszteron termelődik akkor, ha ritkában étkeznek, például naponta egyszer vagy kétszer, és reggelente csak folyadékot isznak. Nyilván a napi étkezéseid számát igazítanod kell a napi energia felhasználásodhoz is, tehát nem mindegy, hogy egész nap téglákat pakolsz, vagy ülsz egy irodában a számítógép előtt. Nézzük most a legjobb 10 plusz 1 reggeli italt, amelyekből akár többet is ihatsz reggelente és délelőttönként. Az első a húslevesté, vagy húsleves kollagén, angol nevén bone broth, melynek nagyon jó emésztőrendszer regeneráló hatása van, és rengeteg energiát is tud adni, miközben szénhidrát tartalma meg alacsony. Csontos és bőrös vegyesen marha, szárnyas, illetve akár halhúsokból is készít sok zöldséggel el, főzd fel, majd utána 10-12 órán át lassú lángon főzd, majd szűrd le és tedd hűtőbe, nem csak reggel is, de naponta többször is lehet belőle inni egy-egy pohárra. A fogyasztás előtt melegítsd fel picit. A második a homoktövislé, ami főként például mellékvese fáradtság esetén nagyon jó, illetve májtisztításhoz. A homoktövis nagyon jó reggelire, illetve lehet inni mellé homoktövis magolajat is. Célszerű a homoktövis levet vagy homoktövis belőt vízben felhígítani, mert erősen savas hatású, nagyon savanyú. Rengeteg C-vitamin tartalmaz, ami testünkben sokkal jobban hasznosul, mint a mesterséges C-vitamin tabletták és kapszulák. A harmadik az almaecet, amiből mindig születlen és paszterizálatlan fogyaszt, mert csak ennek vannak igazából jó terápiás hatásai. A születlen almaecet jót tesz a gyomornak és a beleknek, és megnöveli a gyomorsabb erejét, melynek hatására a baktériumok és más kórokozók nagyobb eséllyel pusztulnak el, így nem fertőzik meg a beleket. Egy pohár tiszta vízbe, a legjobb a desztillált víz, önts egy-két kanál születlen almaecetet, esetleg adj hozzá egy kis stéviát, vagy valódi hazai mézet, és itt meg. A negyedik a zöld tea, ami helyettesítheti ugye a kávét, mivel szintén van benne koffein, de az fokozatosan adagolja a testnek. A zöld tea, amivel melegen célszerű inni, zöld teát inkább az őszi és a téli időszakban jó választás. Érdemes minél tisztább zöld teát választani, vagy esetleg olyat, amelyhez más gyógynövények is hozzá vannak adva, tehát nem az agyon ízesítetteket, így inkább gyógynövény és bioboltokban vedd meg. Az ötödik a máriatövis magvörlemény, tiszta vízben feloldva. A máriatövis a legjobb májtisztító növényünk, fontos, hogy a porörleményt fogyasszuk és nem az olajat, mert az olajban kevesebb a máj szempontjából hasznos hatóanyag a szilivarin. A májatövis mag őrlemény rendszeres fogyasztásával sokat tehetsz a májadért, és mivel a mája tele van, fele leginkább a méregtelenítésért, rajta keresztül az egész tested regenerálódásáért is.
A hatodik a zöld turmixok, mint például a klorella és a spirulina alga, vagy a búzafülé, árpafülé, illetve nyilván lehet készíteni zöldlevel zöldségekből is turmixok reggelire, akár hozzá is adhatod ugye még pluszban az előbb felsoroltakat. A reggeli zöld turmixok feltöltenek vitaminokkal és ásványanyagokkal, növelik az energiaszintedet, megemelik a fókuszáló képességedet és béltisztító hatással is bírnak. A hetedik a matete, vagy yerba maté. A yerba maté egy olyan koffeinfélét tartalmaz a mateint, melynek nincsenek olyan durva sokkoló hatásai, mint amilyen a kávéban lévő koffeinnek van. Ha még nem hagytad abba a kávé fogyasztását, vagy mindenképpen szükséged van reggelente egy agyturbóra, akkor erre a célra talán a legjobb választás a mate tea. A nyolcadik reggeli ital a zöldséglevek, melyekkel te is készíthetsz magadnak, de nagyobb bioboltokban sokféle zöldséglevet találsz, például vegyes zöldségleveket, káposztalevet, a káposztalénél jó tudni, hogy erős vértisztító hatása van, céklalevet, a cékla főként a szív- és érrendszernek jó, vagy más zöldségleveket. A zöldséglevek feltáplálják a hasznos bélbaktériumokat az emésztőrendszerben, feltöltenek vitaminokkal, erősítik az immunrendszert és hidratálják a testedet. A kilencedik a terápiás célú gyümölcslevek, mint például a goji, a gránátalom, a mangosztán, a fekete áfonya és a raviola. A gyümölcslevek tele vannak antioxidánsokkal, amelyek csökkentik a betegségek kockázatát okozó szabadgyökök számát és erősítik az immunrendszert. Ha reggel mindenképpen szükséged van nagyobb mennyiségű szénhidrátra, akkor 100%-os gyümölcslevek jelentik talán a legjobb választást a reggelire. A tizedik a sörélesztős ital. Egy pohár tiszta vízbe tegyél bele egy evőkonál sörélesztő tejhet, jól keverd el és idd meg. A sörélesztő az egyik legjobb D-vitamin forrás, de van benne cink és szelén is, illetve 40%-a aminosavakból áll. És a plusz egy a végére, a legfontosabb a tiszta víz. A tiszta H2, azaz desztillált víz. A desztillált vízet otthoni desztilláló készüléket tudod előállítani csapvízből vagy kútvízből. Használj desztillált vízet a teák elkészítéséhez, a zöld turmixok elkészítéséhez, a sűrű gyümölcslevek felhígításához, a sörélesztős italhoz. A legjobb, ha mindjárt ébredés után megiszol egy jó nagy pohár desztillált vizet. A desztillált vízről készítettem korábban már egy videót, keres rá a keresőben. Összefoglalva végezetül még egyszer a 10 plusz 1 legjobb reggeli ital, a húslevesli, a homoktövislé vízben felhígítva, a szüretlen almaecet, a zöld tea, a mária tövis magvőlemény vízben feloldva, a zöld turmixok, a mate tea, a zöldséglevek, a terápiás célú gyümölcslevek, a sörélesztős ital és a plusz egy a végére a desztillált víz. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót és tudtam neked vele segíteni. Felül megtalálod a webshopom linkjét, nézd be oda is. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, kattints a piros feliratkozás gombra, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!